Mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg! Elmentek, és aznap nála maradtak. Valamennyiünk szívében ott él a vágy találkozni az igazsággal, találkozni a szeretettel. Jézus Krisztusban megtestesült az igazság, megtestesült a szeretet. Vagyis ő a vágyaink célja és iránya. És ha szeretnénk megismerni a szeretetet, megismerni az igazságot, akkor találkoznunk kell Jézussal. 16. Benedek pápa szerint a kereszténység a találkozással, a Krisztussal való találkozással kezdődik. Mester, hol laksz? Hol lehet vele találkozni? Jöjjetek, nézzétek meg, mondja Jézus. Isten mindenütt jelen van, de vannak pontok, ahol nagyon intenzíven, erőteljesen lehet magunkba fogadni az ő jelenlétét. Olyan, mint a víz a földben, mindenhol jelen van, de igazából csak a kutaknál, a forrásoknál lehet inni belőle. Vannak ilyen források, kutak, találkozási pontok, amelyeket, ha felfedezünk és ott akarunk találkozni Jézussal, akkor ezek a találkozások változást hoznak az életünkben. A legegyszerűbb találkozási pont az ima, a személyes ima. Amikor megnyitjuk a szívünket, értelmünket, egész lényünket, a szeretet előtt, az igazság előtt. Nekünk, katolikusoknak különleges ajándék az oltári szentségben valóságosan jelenlévő Krisztus. Egészen más találkozni egy emlékkel, vagy pedig egy gondolattal, vagy a valóságosan megtestesült Krisztussal. Isten annyira alázatos, hogy kiteszi magát elénk, és az érzékszerveinkkel is befogadhatjuk őt, hiszen nekünk fontos a látás, az ízlelés. Láthatjuk őt, szemlélhetjük őt, befogadhatjuk őt, és egyesülhetünk vele. Nem elég egy-egy pillanatra futólag találkozni egymással sem, és az Istennel sem. Időt kell adnunk a találkozásokhoz, hogy be lehessen fogadni a másikat, és ő be tudjon fogadni bennünket. Időt kell adni, hogy a találkozások megérintsenek, és átformáljanak. Nekünk különleges ajándékunk a Szentmise és a Szentségimádás, ahol szeretettel szemlélhetjük Istent, befogadhatjuk őt, és elmehetünk a végsőkig a szeretetben, egyesülhet a szeretet a szeretettel. Nem mindegy, hányszor találkozunk, és mennyi ideig.
időzünk az Úr Jézus jelenlétében. Van rá lehetőségünk, csak gyakran nem élünk vele. A másik találkozási pont Isten szava, Isten igéje. Mennyit és hogyan találkozunk, mennyiszer és hogyan találkozunk Jézussal az örök élet igéjében, az evangélium, a Szentírás szavain keresztül. Ha szeretünk valakit, akkor szeretjük hallgatni őt. Szeretjük, ha beszél hozzánk. A Szentírás Isten szerelmes levele számunkra. Miért nyitjuk ki olyan ritkán ezt a szerelmes levelet? Nem elég olvasgatni vagy olvasni, nem elég ismerni a tartalmát, citálni, idézni egy-egy igét, bár nagyon-nagyon fontos. De a legfontosabb az, hogy átváltoztassa az életünket, megváltoztassa az életünket Isten szava, Isten igéje, mert Isten szava teremtő szó, újjáteremtő szó. Ki mondja, hogy legyen, és lesz világosság. A szavával teremti Isten az egész kreatúrát. Isten szavával változik át a kenyér és a bor, Krisztus testévé és vérévé. Ha hittel vesszük magunkhoz Isten igéjét, ez az ige átváltoztat bennünket, és ha szeretettel ízlelgetjük, szeretettel vesszük magunkhoz Isten szavát, átformál, megváltoztat bennünket. És ha tettekre is váltjuk, szenté válunk, Isten szava szenté tesz bennünket. Senki nem akadályozhatja meg, hogy ez megtörténjen az életünkben, és senkitől nem kell engedélyt kérnünk, hogy ez megtörténjen. Csak engednünk kell annak a vágynak, ami a szívünkben van, a szeretet és az igazság és Isten után. És lehet találkozni az igén és az eukarisztián kívül Istennel a megtört embertársainkban. Ugyanolyan jelenlét van bennük, mint az eukarisztiában. Ugyanaz a Krisztus él, az éhező, a szomjazó, a hontalan, a beteg, a börtönben lévő, a kiszolgáltatott testvéreinkben, mint aki az igében és az eukarisztiában. És Jézus azt mondja, hogy szegények mindig lesznek veletek. Mondhatom úgy is, hogy körülvet bennünket az Isten. Csak félünk a találkozástól, mert a találkozás, különösen a sebzett, megtört emberekkel való találkozás változásra hív bennünket. Ha osztozunk az életükben, szenvedéseikben, már nem lehetünk azok, akik addig voltunk. Meg kell változnunk. A bizalom, az együttérzés, az irgalom útjára kell lépnünk. És ez is átformál bennünket. Ugyanolyan valóságosan, mint az ige vagy az eukarisztia. Ez a három legbiztosabb forrás, legegyszerűbb forrás számunkra abban, hogy találkozhassunk Jézussal, és ő betölthessen bennünket.
Árpádházi Szent Margit, ennek a templomnak a védőszentje, azok közé tartozik, akiket mások példája vitt el Krisztushoz. Ahogyan az evangéliumban hallottuk, András és János találkozik Jézussal, András hazamegy és elviszi testvérét, Pétert, mert megtaláltuk a Mesiást, elviszi Jézushoz. Margitot sok keresztény példája, köztük leginkább Domonkosé, Szent Domonkos példája vitte olyan szorosan szeretett kapcsolatba Krisztussal, hogy az egész életét szeretett válasszá tette Isten szeretetére. Oda szentelte az életét annak, aki oda szentelte az életét neki, hiszen Krisztus odaadja az életét az igében, az eukarisztiában teljesen, nekünk is. És képes volt arra, hogy kiszolgáltassa magát egészen elégő áldozatként, engesztelő áldozatként Isten szeretetében. Hatalmas változás történt, mert találkozott Krisztussal, és megváltozott, és szentté vált. Az ő példája és az ő imája arra hív minket is, hogy adjuk át magunkat Isten szeretetének. Engedjük meg, hogy neki szentelt örök áldozat legyünk, és adjuk át a napjainkat, és fogadjuk el az ő kezéből, bármi történik. Ha valaki átadta magát Istennek, attól kezdve nem kell aggódnia, hogy mi lesz. Bármi lesz, Istenben lesz. Már biztonságban van. És mivel könnyen visszavonjuk a felajánlásainkat, ezért nekünk sokszor meg kell ismételni, nem elég egyszer kimondani. Újra és újra át kell adni magunkat annak, aki feltétel nélkül teljesen átadta magát nekünk. Köszönjük meg Szent Margit és a többi szent példáját. És kérjünk bátorságot a Szentlélektől, hogy kövessük az ő példájuk nyomán az Úr Jézus Krisztust, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.